Köszöntöm a Greenbox nézőit! Mai környezetvédelmi műsorunkban bemutatunk két szép tiszaholtágat, szó lesz a szennyvíz iszapról és a madarak csökkenő számáról is. Elsőként irány az Óbecse melletti Holt Tisza természetvédelmi park. Ez a Tisza leghosszabb holtága a Vajdaságban. Óbecse, Törökbecse és Zsablya községben terül el 24,5 km hosszúságban. A Gyöngy-sziget 6%-a másodfokú, a többi harmadfokú védettség alá van helyezve. A védett területeken nádasokkal borított felszíni vizek dominálnak, mezőkkel és erdőkkel övezve. A védelem alá helyezés célja a fennmaradt területek megőrzése, melyek számos kiveszőfélben levő növény és állatfajnak nyújtanak menedéket. Tavaly ősszel a park területén magaslást avattak fel, ami segíti az ornitológusok megfigyeléseit, valamint az őrök munkáját. 166 fajta madár él, vagy pedig átszállásba, költözési időszakában van a vízterületén, vagyis a park területén. Ebből 84 védett madár. Védett madarak, darvak, vannak különböző fajta kacsafajták, vannak vadlibák vagy vadludak, azok mind téli időszakban, vagy tavasszal átszálláskor vannak itten. Köszönve az, hogy itt van közvetlen köze Halastó is, és akkor itt vannak téli időszakban. Különben van a szakállas cinege, az is egy nagyon szép védett madár. Az fészkel is különben a park területén. A Holtisza területén gazdag az emlősök világa is. Ezek közül veszélyeztetett a vidra, a nyest, a borz és a hermelin. A halfajok közül némelyek természeti ritkaságnak is számítanak. 23-24 fajta hal van a vízbe, ebből megtalálható a ponty, ami attraktív, harcsa, süllő, amúr, fehér szürkebusa, ami nem épp olyan jó, hogy van benne akkora mennyiségbe, az ezüst kárászt, szeretném megemlíteni a védett halakat is, tehát az aranykárász, compó, vagy pedig linyák, és a csíkhal. Ezek állandó védnökség alatt van ez a három faj. A hazai fajok visszatelepítése érdekében nemrégiben összesen 1 tonna pontyal halasították a Holtiszát két helyszínen is. A természetvédelmi parknak legjelentősebb növénye a tavirózsa, amely Szerbia növényritkaságai közé tartozik. Védett növény, különben nem volt ezen a Holtiszán, de telepített. És úgy látszik, hogy meghonosodott, mert szaporodik. Úgyhogy van 3 lokáció, ahol meg lehet találni, és minden évben nagyobb területeket terít, és úgy látszik, szaporodik jó neki ezen a helyen. A természetvédelmi park kezelője az Óbecsei Kommunálac közvállalat, amely a saját szakemberei és az őrszolgálata segítségével kíséri, felügyeli és bejegyzi az eseményeket, valamint útbaigazítja az ide látogatókat. A védett területen mindenkinek kötelessége betartani a viselkedési szabályokat. Nyaraló tulajdonosainak az mind benne is van a Tiszának a védelmében. Tehát a mólók lehetnek csak 16 négyzetméter, és csak kizártan fa anyagból készülhet. És azt is csak úgy bírják csinálni, hogyha átadják a kérvényt, és hogyha meg lesz nekik engedve, csak akkor kezdhetnek a munkálatok. Ezt is csak a harmadik fokozatban, a második fokozatban semmi építés, semmi móló csinálás, tehát se víkendház, és ilyen folyamatok nem jöhetnek számításba. Az idei évtől csak elektromotoros csónakkal engedélyezett a közlekedés a Holtiszán. Az új rendeletet a legtöbben már be is tartják. Magyar Kanizsán a Török-Kanizsai út mellett húzódó Tisza-holtág, az úgynevezett Kis-Tisza, hosszú évtizedeken át kisebb horgászparadicsom volt. A kicsit rendezetlen, de apróhalban gazdag területet a folyó áradása duzzasztotta fel, már a helyzet gyökeresen megváltozott. Néhány évvel ezelőtt az illetékes községi vezetők kezdeményezték a Kis-Tisza revitalizációját. Sajnos az anyagilag is támogatott kezdeményezés félúton megfeneklett, és lassan visszatérnek a régi állapotok. A magyar kanizsai horgászok
nagy része gyermekkorában itt tanult meg horgászni, mivel hogy minden évben tavasszal, amikor a Tiszának a vízállása 5 méterrel magasabb, mint a nullapont, ezt a területet ellenti a víz. Régi álom volt ez a magyar kanizsai sporthorgászoknak, hogy itt egy horgászparadicsomot alakítsunk ki, amire a 2000-es évek elején lehetőség is mutatkozott, mivel magyar kanizsa volt az első, aki kidolgozott egy tervdokumentációt, amely alapján tartományi, községi és köztársasági pénzekre tudtunk pályázni, amelyeket meg is kaptunk. Ezek a pénzek arra lettek elköltve akkor, hogy a mögöttünk és előttünk lévő szakasz ki lett tisztítva, és egy csatorna lett ásva a Tisza felé, hogy a Tiszával valami szinten össze legyen kötve. Ezen a csatornán ki lett építve egy új zsilip, amivel lehetőség nyílott arra, hogy a vízszintet szabályozzuk. Köztudott, hogy a víz csak lefelé folyik, felfelé már pumpa kell hozzá, annak kiépítése azonban elmaradt. Erre a területre a 2000-es évek elején több mint 8,5 millió dinár lett beruházva, amiből 4 millió dinár csörgő dinár volt, a 4,5 millió dinár pedig annak az önkéntes munkának az értéke, amelyet a sporthorgászok itt 3-4 év alatt befektettek. Önkéntes munkaakciókkal 50-60 ember dolgozott ezen a területén, a meder ki lett takarítva, az oldalain lévő erdőrész ki lett takarítva, és csak arra kellett várni, hogy az egész meder ki legyen tisztítva, ki legyen mélyítve, és az egész kis Tisza visszanyerte volna a régi funkcióját. Az 1970-es árvíz után épült új töltés ketté vágta a kis Tiszát. A város felől maradt része már kiszáradt, de a meglévőt is hasonló sors fenyegeti. Sajnos, hogy az itt maradt víz a párolgás miatt nem tud kitartani egész őszig, és hogyha nincsen utánpótlás, ha nincs további áradás, az történik, ami most tapasztalható, hogy csak a mélyebb részeken marad víz, ami természetesen igen gazdag hallal, de mind ahogy elhangzott már, a Vajdasági Horgászszövetség, aki ennek a víznek a kezelője, ezt a helyet természetes ívóhelyen nyilvánította, és itt a sporthorgászat tiltott a halak érdekében. Amikor tavasszal följön ismét a víz, ezek a halak, amik most itten bent ragadtak, ezek természetes úton visszakerülnek a Tiszába. A szerbiai meglévő halászati törvény szerint a szerbiai vizekben csak megfelelő dokumentációval rendelkező halakkal lehet halasítani, ez pedig azt jelenti, hogy a halasítás csak ponttyal történik. Nagy hátránya ennek, hogy tudjuk, hogy a Tiszából is harcsát is fogunk ki, kecsegét is fogunk ki, fehér halat is fogunk ki, süllőt is fogunk ki, és ezeknek az utánpótlása tulajdonképpen az ilyen ívóhelyekből és a kubik gödrökből történik, mivel hogy magának a Tiszának a meder konfigurációja nem felel meg annak, hogy ott a halak leívjanak. Szóval a halak mindig az ilyen kint lévő sekély részeken ívnak, és utána kerülnek vissza az anya folyóba. Kérelmeztük a Vajdasági Horgászszövetségtől, mind a vízgazdától, hogy szervezzünk halmentést, amikor is az itt bentreket halakat kihaláztuk volna, és visszaengedtük volna az anyafolyóba. Sajnos arra hivatkoztak, hogy erre minisztériumi engedélyköl, és ők továbbították ezt a minisztérium felé, ahonnan se tavaly, se az idén nem kaptunk semmilyen visszajelzést. A halivadékot hivatalosan előállító cégek magánkézben vannak, a szinte kizárólag pontyivadékot tenyésztő cégeknek egyenesen a kezükre játsszák a halasítás monopóliumát. A Vajdasági Horgászszövetségnek úgy néz ki, hogy nem érdeke az, hogy ezek a halak visszakerüljenek, és sajnos, hogy nagyon sok helyen az se érdeke, hogy a horgász, a sporthorgász halat fogjon. Az érdek addig terjed ki, még a sporthorgász kiváltsa a horgászengedélyt, a pénzek befolynak, utána pedig ugye az érdek az megszűnt. Magyar Kanizsának nagyszerű elképzelései voltak a kis Tiszával kapcsolatban. A gazdag növényvilág, a rengeteg madár igazán kellemes környezetet kínál az odalátogatóknak. Az elmúlt 4-5 évben ide nem lett befektetve semmi. Faktikusan a befektetett 8,5 millió dinár úgymond elveszett, és egy pár éven belül ez az ívóhely is
sajnos a többi ívóhely sorsára fog jutni, hogy be fogja nőni az erdő, be fogja nőni a bozót, és teljesen el fogja veszteni azt a funkciót, aminek tulajdonképpen ki van kiáltva. Az elképzelések olyanok voltak, hogy itt a horgászoknak versenypálya, természetes ívóhely, kajakpálya, télen, amikor befagy korcsolyapálya, és különböző vízi sportokra alkalmas lett volna, habár ez már akkor is ellentmondásos volt, mivel hogy egy természetes ívóhelyen nem lehet horgászni, és nem lehet zavarni a halakat. Hát sajnos, ugye... Kajakozni sem. Hát kajakozni sem, igen. Hát sajnos, hogy ez a vonat elment, a pénzek, amik erre voltak számva, elfogytak, és se az önkormányzatnak, se a Vajdasági Horgászszövetségnek úgy néz ki, hogy nincs tovább érdekében az, hogy ebbe a területbe valamit is befektessen. A Horgászegyesületnek természetesen erre pénze nincs. Állandóan pályázik ugyan, az 1 kilométer hosszúságú Kistisza kitisztítása azonban több 10 millió dinárba kerülne, amire még beruházót sem könnyű találni. A Vajdasági Horgászszövetségnek, mind a vízgazdának is bele kellene ebbe egyezni, és sajnos, hogy ott sincs pénz, se nagyon akarat ahhoz, hogy ezen a helyzeten valamit változtasson. A nyári kánikulában a Kistisza fennmaradt vize gyorsan fogy, előbb-utóbb jelentkezni fog az oxigénhiány is. Rengeteg apró hal van benne, és ha ez az idő marad, az előrejelzések pedig olyanok, hogy jönnek a melegebb idők, a víz biztos, hogy fő fog fordulni, és a benne lévő halak azok meg fognak döglenni. A jelen állás szerint a magyar kanizsai sportforgászoknak marad a Tisza, a Tisza Palics és a többi csatorna, vagy a magánkézben lévő halastavak, mert a Kistiszát sportforgász szempontból úgy tűnik el lehet felejteni. Egyelőre a terület biodiverzitására, vagyis biológiai sokszínűségére, állat és növényvilágára sem gondol senki. A szabadkai erjesztett szennyvíz iszapból lehet olyan komposztot előállítani, amely alkalmas arra, hogy mezőgazdasági célokra használják, derült ki a Városi Szennyvíz Tisztító és a Magyarországi Agrogeo Kft. Közös projektjéből. Az akció során a szabadkai iszapot a magyarországi cég technológiájával kezelték. A fizikai, kémiai, mikrobiológiai és higiéniai vizsgálatok szerint az iszap megfelel az Európai Uniós előírásoknak. Nagyon sikeres projektum után vagyunk. Komposztum, tehát egy gyors folyamatú lekomposztálás megtörtént. Ez 2-3 hónapot vett igénybe, ha kronológiailag visszatekintünk, tehát március közepén kezdődött, és hát június derekán fejeződött be. Ami nagyon fontos, hogy egy olyan terméket kaptunk, amely kihelyezhető a mezőgazdasági területekre. Van egy rendelet, az FEM rendelet 36/2006-os. Ez egy nagyon szigorú rendelet, itt is 80-85%-ban nem megfeleltünk, de ez a biológiai termék kiminősítésnek a rendelete Magyarországon. Tehát én ha osztályoznom kellene ezt az egész projektumot, akkor azt mondanám, hogy egy nagyon jó és jeles projektum után vagyunk. Az Európai Uniós tapasztalatok szerint az egyik legkézenfekvőbb megoldás az irányított komposztálással történő átalakítása, amely minőségi terméket eredményez, amely nem csak a mezőgazdaságban hasznosulhat termékként, hanem a környezetvédelemben is aktív anyagként szolgálhat. A legfontosabb, ugye, mert fertőzőképességi paraméterei jók legyenek elsőrendűen az iszapnak, amely egy megfelelő irányított komposztálási eljárásnál az megfelelő hőhatás következményeként tényleg megfelelő sterilizációt ér el, és ennek eredményeként a végtermék tényleg előnyösen hasznosítható, semmilyen környezetvédelmi, vagy inkább azt mondom, környezetbiztonsági kockázatot nem hordoz magában. Sok-sok összetevője van ennek a dolognak, egyrészt ugyebár a könnyen hasznosuló, vagy inkább azt mondom, a könnyen oldható nitrogéntartalomnak az elvesztése, a nem megfelelő kiutatás során, a trágyának a fertőző képessége, a benne lévő szerves anyag nem stabil formában van jelen, amit át kell alakítani, hogy a mezőgazdaságban még hasznosabb anyagként tudjuk ezt felhasználni széleskörűen, és jó tartalomhatása legyen, akár több éven keresztül. Az eljárás során az iszapot szalmával keverik. A szabadkai víztisztítóban kétfajta komposztot hoztak létre, az egyikhez baktériumoltóanyagot tettek, a másikat anélkül készítették. 3-4-szer átkeverik, és 4 hónap alatt egy jó minőségű komposzt képzeli belőle, ami mezőgazdasági célra alkalmas. Sőt, egészen a mikrobiológiai értékek, már a szabadkai kísérletek is azt mondhatják, hogy a virágpölddel legyen értékű mikrobiológiai szennyezettség mutatható ki, ami alkalmas mezőgazdasági vagy parkosítási területen.
a fölmérésünk szerint egy olyan Szerbia területén a lakosságnak megfelelően, hogyha mindenütt kialakulnak a szennyvíztelepek és a szennyvízszap képződik, egy olyan 8-1 millió tonna szennyvízszap mennyiség várható, hogyha minden városban és községekben szennyvíztelep képződik, és így gyakorlatilag alkalmas arra, hogy a szennyvízszapot mezőgazdasági célra lehetne hasznosítani, és egy hulladékból főterméket lehet csinálni. Az iszapból nyert trágyát alkalmazták növényeken is, amelyek a komposzt hatására szépen fejlődtek. A kísérlet alapján főleg a mikrobiológiai szerekkel oltott trágya volt jótékony hatással a növényekre. A következő lépések, mivel ez félüzemi kísérletről van szó, teljes mértékű, jó minőségű és kontinuális folyamatú termékkészítésben, illetve komposzt készítésben a következő hónapokban egy olyan feltételt kell kialakítani, amely mondjuk rá üzemi szinten, illetve üzemi feltételeknek megfelelő feltételeket biztosít. Itt még nagyon az elején járunk ennek a folyamatnak, tehát itt bizonyos kivitelezhetőségi tanulmányokat, gazdasági elemzéseket kell elvégezni. A magyarországi szakemberek tapasztalatai szerint a legideálisabb, ha egy hektára 20-30 tonna komposzt kerül. Magyarországon körülbelül olyan 1 millió 500 ezer tonna szennyvízszap képződik. Ez azt jelenti, hogy ha ebből komposztot képeznének mindenütt, akkor elegendő lenne 40-50 ezer hektár talajnak a javítására. Ezt az eljárást több helyen alkalmazzák már, és azon kívül pedig nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy az érdeklődés, hiszen ezek az eljárások viszonylag olcsóbbak. Vannak sokkal drágább eljárások, amelyek körülbelül 4-5-szöröse. Ez Magyarországon 5000 forintba került tonnánként egy tonna komposztálási költsége, míg vannak olyan eljárások, amelyek sokkal drágábbak, de a végeredmény ugyanez, tehát akár a mikrobiológia és az összetétel szempontjából azonos. Egy város területén például Kecskeméten 6000 tonna képződik, 6-10000 tonna képződik, gondolom, hogy Szabadkán 2-3000 tonna szennyvízszap képződhet, és ezt gyakorlatilag ezzel az eljárással egy betonplasz szükséges hozzá, és végig az egészet meg lehetne csinálni. A magyarországi szakember szerint agrár célokra remek komposztforrás a Palicsitóban felhalmozódott iszap is. Az is kezelhető, és abból is nagy mennyiségű agrár célokra használható trágyát lehetne előállítani. Idén több madár fészkel a régióban, mint tavaly, de számuk még mindig messze elmarad az 5-10 évvel ezelőttihez képest. A növényvédő szerek fokozott használata, a vadászat, valamint a kedvezőtlen időjárás miatt környékünkön már egyre ritkább vendégnek számít a fecske, sőt lassan már a vadgerle is. Nem lehet nem észrevenni, hogy az elmúlt két évtized folyamán több madárfaj állománya is megfeleződött. A Ripária Természetbarátok Egyesület kitartó munkájának köszönhetően egyes fokozottan védett fajok száma az elmúlt évekhez képest megnőtt. A szalakóta és a kékvér cseköltésének elősegítése érdekében mesterséges fészekodukat létesítettek. A Ripária Természetbarátok Egyesülete ugye évek óta folyamatosan nyomon követi a madárállományok változását, és az idei év például egyes fokozottan védett fajok számára különösen kedvező, és sokkal több van, mint az előző években, amire ilyen külön fajvédelmi programok működnek, mint például a szalakóta. Tavaly 66 pár volt, az idén már 100 pár fészkel a mesterséges odújunkban. Kékvércse állomány szintén nevekedett, szerecsensirály, tavalyi 33 pár volt, idén 99 pár. Idén egyes új fajok is megjelentek területünkön. Itt fészkel például a kűzvágó csír. A fecskék viszont egyre kisebb számban térnek vissza a telelésből. Füsti fecske, parti fecske, molnár fecske, mind-mind drasztikusan csökkennek az állományok. Hát itt több tényező játszik közre. Az egyik az nyilván emberi behatás, mégpedig ez a rengeteg peszticid használata. Folyamatosan permetezzük a rovarokat. Terepen kint az ember lépte nyomon azt látja, hogy már repülnek is ezek a repülőgépek, és fújják a szúnyogokat, még a védett területek szívébe is, tehát a legvédettebb zónáiba is bemennek, és ott is lepermetezik a szúnyogokat. Ezáltal ugye csökken a tápláléka a fecskének, másrészt pedig nyilván mérgeződnek is egyes termetekkel. Valamint ugye egy hosszú távú vonuló fajról van szó, ami egészen Dél-Afrikáig lemegy és ott tölti a telet. A vonulás alatt, hogyha esetleg kedvezőtlen időjárási viszonyok közé keveredik, akkor rengeteg madár pusztul el a vonulás közben. Egyrészt ez is az oka, másrészt pedig, vagy harmadrészt pedig az, hogy talán
ami szembe tűnik még mondjuk így a természetjáró embernek, az, hogy ahogy kiárkel ezekre a kaszálókra, legelőkre, egyel kevesebb a legelő jószág, ami annak idején táplálékot biztosított, tehát magával vonzott egy csomó olyan rovart, ami táplálékot nyújtott a madarak számára, és ahogy ez tűnik, úgy egyre silányabb lesz maga a természet is, és nyilván kevesebb lesz a madár is azokon a területeken. A vadgerle védett állat, de Szerbiában vadászható. A környező országokban már évek óta tilos a vadászása, mert egyértelmű állománycsökkenés észlelhető. Az köztudott már régóta, hogy az olaszországi vadászok egyrészt mi országunkba is eljönnek, és hatalmas pusztítást végeznek, nem válogatva a védett, illetőleg vadászható fajok között, valamint a saját országaiban is, tehát Máltán voltak ilyen adatok, hogy több százezer örvös galambot lőnek ki évente. A Riparia Egyesület több akciót is szervez a madárállomány megvédéséért. Többek között erőfeszítést tesznek azért, hogy rendbe hozzák a madarak természetes élőhelyeit, és elősegítsék a szerecsensirályok költését. A szerecsensirályvédelem az a Palicsi madárszigeteken történik, tehát évek óta bejárkálunk, költési előtt letakarítjuk a szigetet, mert ugye a madarak, az ott költő madarak, ez egy nagy kolónia, több ezres telep, Danka-sirály és Szerecsensirály vegyesen költ, ugye ők az ürülékükkel több lesz szervesanyagot visznek be a területre, ami a kórok burjánzásához vezet, és ezt nyilván le kell minden évben takarítani az, hogy újra tudjanak a madarak költeni a területen. A madarak számának csökkenéséről nem csak az emberek tehetnek, hanem a természet is. Például a Tisza áradásakor a parti fecskék költései semmisültek meg. A füsti fecskék a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtak elegendő táplálékot szerezni, egyes költőterületeket pedig inváziós növények nőnek be. Köszönjük figyelmüket, két hét múlva újabb környezetvédelmi témákkal várjuk Önöket, addig is óvják környezetüket, viszontlátásra!